Bíboros úr, elnök úr, dicsértessék a Jézus Krisztus, boldog új évet kívánok! Köszönöm, viszont! Ismét magunk mögött hagytunk egy esztendőt, amelynek talán a legjelentősebb eseménye Ferenc pápa magyarországi látogatása volt. Hogy kezdődtek az előkészítési folyamatok? Kezdett az volt, hogy Ferenc pápa megígérte, hogy jön. Amikor az eukarisztikus kongresszus után szlovákiai apostoli látogatása végeztével hazafelé indult, a repülőgépen már kifejtette, hogy ő szeretne Magyarországra apostoli látogatásra visszatérni. Tehát egyrészt megérezte azt, hogy itt nagy szeretettel fogadták. Másrészt érezte azt is, hogy kevés idő jutott Magyarországra. Tehát valamiképpen a magyar hívekkel, a magyar egyházzal való találkozást el akarta mélyíteni. Tehát ez volt a szándék. Ennek nyomán már csak az időpont volt a kérdés. Ebben pedig a különböző járványügyi és egyéb problémák miatt végül is a 2023-as esztendő látszott reálisnak. Ő eljött volna már 22 őszén is. De hát ugye közben voltak választások, volt háború, sok minden olyan váratlan esemény, ami javasolta inkább a 23-as dátumot. Hogy állt össze a pápa látogatás programja? Amikor az év elején hírét vettük, hogy lehetséges ez a látogatás, akkor mindjárt egyértelművé vált, hogy egy kicsit a Szentatya mozgási nehézsége miatt figyelemmel kell lennünk arra, hogy túl nagy utazásokat ne tegyen. Ezért jelöltünk ki olyan helyeket, amelyeket el tudnánk képzelni a pápa látogatás helyszínéül, nyilván ott, ahol még nem járt a Szentatya Budapesten kívül, de aztán a következő látogatás alkalmával az is nyilvánvalóvá vált, hogy bizony Budapesten kívül nem is tud a Szentatya másút látogatást tenni, tehát fordítanunk kellett a helyzeten, hogy a vidék jöjjön föl Budapestre, és lehetőleg minden egyház megye, a szerzetes rendek, az egyházi intézmények, iskolák diákjai itt Budapesten jussanak lehetőséghez, hogy a Szentatyával találkozzanak, és így alakult ki az a program, ami végül is elnyerte a Vatikáni Előkészítő Bizottság tagjainak is a tetszését, és olyannyira, hogy már azt mondták a második hazalátogatás után, hogy most tessék akkor elindulni, szerkeszteni valamilyen logót, megtalálni azokat a fő súlyozott pontokat, amelyeket a pápa látogatás alatt szeretnénk megosztani másokkal. Így jött létre az a csodálatos szimbólum a Lánchíd sziluettjével, ahová a két országnak, Magyarországnak, Vatikánnak a színei sziluettként beúsznak a hitpillér felé. A jelmondat pedig számunkra első pillanattól kezdve ezt tűnt biztosnak, Krisztus a jövőnk, és ez el is fogadta a Szentszék, úgyhogy elindulhatott a februári bejelentés után a látogatásnak az előkészítése. Túl sok időnk nem volt, 2 hónap, úgyhogy azt az elhatározást kellett tennünk, hogy gondolkodása nincs idő, cselekedni kell, amit tervet szőttünk idáig, ezt akkor a megvalósítás felé kell vinni, és hála Istennek sikerült megtalálni azokat a személyeket, akik ebben készek voltak, és már volt egy főpróba, hiszen az Eukarisztikus Világkongresszus alkalmával ezek a szervezők komoly szerepet kaptak annak a megszervezésében is, tehát nekik már nem kellett nagyon magyarázni, mi az, hogy pápa látogatás, mire kell tekintettel lenni, és egy érdekességként hadd mondjam el, hogy amikor a második, már a szervezés folyamatában második látogatás alkalmával jöttek a vatikáni szervezők, azt mondták, hogy nekünk Magyarország galopmenet, már minden készen van, akár jövő héten jöhetne is a Szentatya. Közvetítettük ugye érkezésétől egészen a távozásáig minden egyes pillanatát a pápa látogatásnak, nekem személyesen nagyon nagy élményt jelentett. Bíboros úr, elnök úr, hogy élték meg a Szentatya jelenlétét? Magát a látogatást egyrészt a színhelyek szerint, a programok szerint lehet tagolni, de tematikája is volt, mégpedig kettős. Tehát egyszerre volt egy lelkipásztori látogatás a magyar egyháza, a magyar hívő közösség számára, másrészt egy államközi látogatás is. Tehát korábbi különböző sajtóhangok ellenében egyértelmű volt, hogy hivatalosan
a Szentvék és Magyarország közötti találkozóra, megbeszélésre is sor kerül. Úgyhogy mindjárt ez nyitotta a programot. Ez is nagyon fontos volt, hogy ez nem csak egy üres protokoll volt, hanem nagyon értékes, tartalmas beszédek hangzottak el, és megbeszélésekre került sor. Egyébként ez érezhető volt már előzetesen, amikor a háborúval kapcsolatos állásfoglalások világszerte hangot kaptak. És kiderült az, hogy a béke mellett, hát Magyarországon kívül, főleg a Szentszék volt az, aki felemelte a szavát. Tehát ez volt az egyik vonulata a találkozásnak. A másik a magyar hívő közösséggel való találkozás. Itt pedig az egyes csoportokat kellett azonosítani, tehát először püspökökkel, papokkal, szerzetesekkel találkozott a Szentatya, aztán volt a szegényekkel, ugye, a rászorulók, menekültek, sőt, hát a vak és mozgássérű gyerekekkel is találkozott egy különlátogatás formájában, majd pedig az ifjúság. Ez egy nagyszerű dolog volt, amikor a sportarénában összegyűltek az ország minden részéből a fiatalok, és egy gazdag programban találkoztak a pápával. Ők is tanúságot tettek, erre a Szentatya reagált is, tanítást adott, és még utána, az ő távozása után is ott maradt a közösség, és szentségimádás forráspont került sorra zenével, imádsággal. Utána pedig hát a nagymise, ugye a Kossuth téren, ez felejthetetlen mindannyiunk számára, tényleg nagyon sokan voltunk, és nem is csak katolikusok, ökumenikus jelenlétet is láthattunk bőséggel, és egy különlegesség, ami a Szentatyának egyébként nem szokása. Meglátogatta a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, amelyik nem régen ünnepelte a 30 éves fennállási évfordulóját. Az informatikai karra jött el, ugye modern fakultás, és a természettudományok meg a hit viszonyáról azt hiszem, hogy nagyon figyelemre méltó tanítást adott, amit az egyetem azóta is elmélyít és feldolgoz. Tehát egy nagyon szép program volt ez, és azt hiszem, hogy nagyon sok értéket őrzünk belőle. Az egyik alapérzésem kezdettől fogva a politikusokkal, illetve a diplomáciai testület tagjaival való találkozástól kezdődően az volt, hogy ami itt elhangzott a Szentatya részéről, az elhangzott a magyaroknak, de nem csak a magyaroknak, hanem a világnak szóló üzenetek voltak ott a mondataiban megfogalmazva, és nagy öröm töltötte el az ember szívét, hogy ez mind Magyarországról, Budapestről hangozhatik el. Ugyanakkor az egész látogatása alatt egy rendkívül nagy békét élhetett meg az ember. Egyrészt politikusok is kellő önmegtartóztatást gyakoroltak, de ugyanakkor bármerre mentünk a városban, ugye legtöbbször a pápai konvojjal utaztam, és azt tapasztaltam, hogy az emberek lelkesen fogadták a Szentatyát, és nagyon sokszor ezek nem is tudták esetleg, hogy a pápa arra fog érkezni, turisták főként, de olyan lelkesen integettek neki, a Szentatya leengedte a gépkocsinak az ablakát, és kiintegetett nekik, ami egészen szokatlan. A Szentatyától talán már kezdjük megszokni, de azért előtte ez ritkán fordulhatott elő biztonsági szempontok miatt. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt a itt élő magyaroknak, az ide látogató turistáknak nagy örömöt okozott a Szentatya jelenlétével, ugyanakkor pedig az is érezhető volt, és ezt nem is nagyon titkolta a Szentatya, ő maga is rendkívül jól érezte magát, és örömmel tett eleget ennek a meghívásnak, örömmel látogatott el Magyarországra. A múlt hónap elején, december elején mutatták be ezt a kötetet, amely a Ferenc pápa látogatásáról készült, Krisztus a jövőnk, ugye ez a mottója, mi minden tartalmaz ez a kötet, Bíboros úr? Tehát először is egy nagyon gazdag képanyagot ajánl, amely végig kíséri az egész látogatást, de ezen kívül benne vannak az összes elhangzott beszédek és egy összekötő szöveg, amely történetté fűzi ezeket az eseményeket. A végén még statisztika és táblázatok is vannak résztvevőkről például, de azt hiszem, hogy dokumentációnak is értékes a jövő számára, de aki ezt kezébe veszi, az átélheti az egész látogatásnak a hangulatát is. És ez nagyon fontos dolog, mert egy biztató, egy megerősítő élmény, akár a kötetnek az olvasgatása is.
Elnök úr, a pápa látogatás után annak milyen visszhangjai voltak? Azt gondolom, hogy egyöntetűen azt mondhatjuk, hogy pozitív fogadtatásban részesült a Szentatya látogatása. Semmiféle fanyalgást nem olvashattunk, hála Istennek. És ezzel a könyvvel is ezt az örömöt úgy érzem a fényképekben is, a szövegek által is sikerült visszaadni, hogy milyen nagy öröm volt ez a látogatás. De még egy dolgot a könyvvel kapcsolatban hadd említsek meg, mert a MTVA-t illeti, amikor fölvetődött a szerkesztők részéről, hogy jó lenne ehhez a könyvhez egy QR kódot elhelyezni a könyvben, amellyel a Media Clicknek a felületére lehet menni, és ott meg is lehet nézni mindazt, amiről itt olvasnak a könyvben. Azonnal elnök úr igennel válaszolt, azt mondta, hogy csak azt kell megvizsgálni, hogy technikailag ez hogyan valósítható meg, és másnap visszahívott is jelezte, hogy ez is megy, és nagyon örülnek, hogy így is hozzájárulhatnak még utólag is a Szentatya látogatásához. Emlékét megőrizendő. Augusztus 20-án hazánkba érkezett a kopt egyház vezetője, első Tavadros pátriárka, illetőleg szeptember végén pedig első Bartolomeusz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka. Mi volt az előzménye, vagy hogy került sor ezekre a látogatásokra? Mind a két látogatásnak hosszú előtörténete van, és érdekes tartalmi üzenete. Ugye a kopt pápa nem először jár Magyarországon, sőt az elődje Szenuda pápa, pátriárka is járt nálunk, sőt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen még díszdoktorátust is kapott. Ez egyrészt kifejezi a magyar keresztényeknek, de akár Magyarországnak is a szolidaritását a kisebbségi helyzetben élő egyiptomi keresztényekkel. Tehát népes egyház, erős egyház a kopt, de hát a saját hazájában bizony eléggé fenyegetett kisebbségi helyzetben van, mert sokszor atrocitások, merényletek történnek. Ezeket a testvéreinket mi nagyra becsüljük a kitartásuk miatt. Másik pátriárkai látogatás, ugye Bartolomeusz pátriárkáé, természetvédelem, a teremtés védelme témájában nagyon értékes írásai, állásfoglalásai vannak. Itt is ilyen témájú kongresszusokon vett részt, és azt hiszem, hogy személyében is kifejezi azt, hogy nem egyszerűen a környezetünket védjük. Ez nem volna elég magyarázat rá, hogy miért kell annyira tekintettel lennünk rá. Mert a saját jó közérzetünk érdekében nagyon sok mindent elkövethetünk mi emberek. De ha a teremtett világot védjük, akkor a teremtő akarata az egy sokkal magasabb szempont, és a megismerésnek, meg az ember felelősségének és küldetésének ettől kezdve értelmes magyarázata és tartalma van. Bartolomeusz pátriárka is ezt képviseli, és ezért hallgatjuk mindig szeretettel, ha ebben a témában megszólal. Elnök úr, hogy értékeli ezt a két magasrangú keleti egyházvezető részéről történt látogatást? Mindenek előtt egy megtiszteltetés is szerintem, hogy Magyarországra úgy tekintenek, mint baráti országra, baráti egyházra, és ezért szívesen jönnek. Bíboros említette, hogy nem első látogatás volt egyik részéről sem itt Magyarországon. És hát ne felejtsük el, hogy a Szentatya a Kossuth téren is hangsúlyozta, hogy Magyarország ezt a geopolitikai helyzetét kell, hogy jól használja föl, és hogyha ez arra is lehetőséget ad, hogy a keleti és a nyugati egyházi személyiségek itt megfordulnak, találkozások alkalmával elmondhatják a maguk beszámolóját saját helyzetükről, hozzászólhatnak. Egy ilyen fontos kérdés ez, mint a teremtett világ védelme. Azt gondolom, hogy ez mind-mind Magyarország geopolitikai rangját csak emeli, és legyünk boldogok, hogyha ezt ezek az egyházi vezetők is fontosnak tartják, hogy ide jöjjenek, itt mondják el üzeneteiket. Ez számunkra egy örömteli, és mindig szívesen örömmel fogadjuk őket Magyarországon. Sokan voltunk a Kossuth téren, Ferenc pápa a záró szentmisején, de ugye ez az örök kérdés, hogy hányan is vagyunk katolikusok, hányan vagyunk keresztények ebben az országban, ez időről időre előkerül, különösen amikor népszámlálási adatokkal találkozunk. Most ugye a magunk mögött hagyott esztendőnek is eseménye volt az, amikor nyilvánosságra kerültek a legutóbbi népszámlálási adatok. Bíboros úr,
Nak milyen gondolatai támadtak, amikor jó először... magam, kezdettől fogva határozottan elleneztem azt, hogy a népszámlálásokon rákérdezzenek a vallási hovatartozásra. Miért? Azért, mert a magyar egyházok, állami egyházok és alkotmányok szerint az állam a polgárok vallási hovatartozását nem regisztrálhatja, nem tarthatja nyilván. Tehát egy ilyen adatot egy egyébként kötelező népszámlálási kérdőiben megkérdezni, az ugye csak fakultatív módon lehet, csak annak az előrebocsátásával, hogy ez anonim marad, és így tovább. Na már most, hogyha a állampolgár válaszol, ott válaszol a szíve joga, mi örülünk annak, aki megvallja a katolikus hitét, de nem köteles rá, és nem tudjuk elítélni azt sem, aki nem tölti ki a rubrikát. Különösen a legutóbbi alkalommal, amikor már a válaszadók döntő többsége digitális formában, interneten keresztül töltötte ki a kérdőívet. Hát kevés ember hiszi azt, hogy az teljesen anonim marad, és senki se fogja megtudni, hogy én ott mit válaszoltam. Nekünk van egy sokkal jobb adatbázisunk. Hát nekünk vannak anyakönyveink. Tudjuk, hogy hányan keresztelkednek, hányan halnak meg. Ismerjük a népmozgásokat a saját adataink alapján. Eszerint Magyarország lakosságának még mindig több, mint a fele katolikusnak van keresztelve. Én nem azt mondom, hogy ez az arány növekszik. Valószínűleg bizonyos mértékig csökken, de egyáltalán nem olyan drámai módon, mint ahogyan ez mondjuk a pozitív válaszoknak a számából érzékelhető lenne. Továbbá ugye egyházmegyénként is változik, például Budapestről, főleg a fiatal családok szeretnek kiköltözni az agglomerációba. Tehát ez azt jelenti, hogy ami esetleg az egyik egyházmegye oldalán csökkenés, az összlakosság számában is, az a másik oldalon növekedést jelenthet. Tehát ugyanakkor persze fontos az, hogy mi részletesen megnézzük a népszámlálási adatokat, hogy melyik régióban, melyik plébánia területén hogyan alakult ez, és próbáljunk ebből azért lelkipásztori következtetéseket levonni, de ezekkel a fenntartásokkal, amit említettem. Több elsősorban protestáns egyházi vezetőtől olvastam olyan véleményeket, olyan megnyilatkozásokat, hogy hát magunkba kell nézni, számot kell vetni, el kell gondolkodni, hogy mi okozhatott ekkora arányú csökkenést, stb. Elnök úr, ön hogy reagált a népszámlálási adatokra, amikor meglátta ezeket? Egyrészt Bibros úr véleményét magam is osztom, mert ezt hozzáértő szakemberek mondják, hogy ilyen formában egy ilyen kérdés megítélése lehetetlen, illetve hát ha azt nézzük, hogy 40%-a a megkérdezetteknek nem válaszolt, ez túl nagy, ez mutat valamit, ami mindenféleképpen annak tudható be, hogy nem anonim ez a véleménynyilvánítás, ugyanakkor sokan úgy is gondolják, hogy ez nem az államnak a jogos kérdése, és nem akar ezzel foglalkozni. Amit fontosnak érzek lelkipásztori szempontból, hogy kétségtelen egyfajta szekularizáció van a világban, Magyarországon is, és ez bennünket, papokat, püspököket egy állandó kihívás elé állít, hogy szeretnénk, hogyha a hívek éreznék magukban azt a missziós küldetést, hogy sokan vannak körülöttünk, akik Krisztust nem ismerik, nem kapcsolódnak szorosan az egyházhoz, hogy feléjük a hitet igyekezzenek továbbadni, megosztani, és ez nyilván a lelkipásztorok részéről is olyan kihívásokat jelent, amivel korábban lehet, hogy nem találkoztak, hiszen a mai embert megszólítani másképpen kell, mint a korábbi időben, és ennek a mikéntjét, módszertanát megtalálni egy állandó kihívás számunkra, de amit én a legfontosabbnak tartok ebben, hogy legyenek élő templomi közösségeink, hiszen a hit továbbadása az a liturgiában történik főként, illetve azokban a közösségekben, ahol a katekézisre lehetőséget lehet nyújtani, felnőtteknek, fiataloknak egyaránt, és hála Istennek vannak is ilyen közösségek, csak szeretnénk, hogy még nagyobb számban legyenek, és ehhez kellenek azok a lelkipásztorok, hitoktatók, elkötelezett világiak, akik ezt fontosnak érzik, mint krisztusi küldetést. Kapcsolódva Veres püspök úrhoz, azt hiszem, hogy a közösségnek a megélése
döntő kérdés ma az egyház számára. Tehát nem csak a liturgiában, hanem azon kívül is az életnek egyre több területén kell összetartanunk, és ennek azon kívül, hogy jó katekéták, jó lelkipásztori kisegítők, jó papok legyenek, hát szükség van bizonyos fizikai feltételeire. És ebben úgy érzem, hogy az elmúlt évben, elmúlt egy-két évben nagy áttörés történt. Sok plébániai nagy termet, kultúrházat sikerült létrehozni, vagy helyreállítani, természetesen állami segítséggel jelentős mértékben, de ezek ki vannak használva. Tehát én Budapesten legalább 30 ilyet áldottam meg az utóbbi időben, és azt tapasztaltuk, hogy az energia áremelkedés ellenére a nagy része az nem zárt be, amikor hidegre fordult az idő, hanem megbeszélték azokkal a csoportokkal, akik használják, és összeadták az energiaköltségeket. Tehát úgy tűnik, hogy ha az élet minden területén összetartunk, akkor egy nagyobb áldozatkészség is megmutatkozik a közösségek részéről. Talán a régebbi korokban, néhány évtizeddel ezelőtt még nagyobb volt a megkeresztelt embereknek az aránya, mint napjainkban, bár Bíboros úr említette az imént a kisgyerekes családokat, akiknek a bekapcsolása a lelkipásztori ellátásba szintén nagyon fontos, de az idősebb generáció tagjai talán nagyobb arányban vallásosak, mint a fiatalabbak. Az egyháznak milyen küldetése lehet az idősek felé, az életük utolsó földi szakaszát járó embertársaink felé? Ez legtöbbször így szokott lenni, hogy ahogy az években halad az ember előre, földtől gondolatai eltávolodnak az örökké valóság felé, és egyre inkább közelítenek Istenhez, a zaklatott, gyors tempójú életet maguk mögött hagyva szeretnének már a lelkükkel is foglalkozni. Ez így volt mindig, most is, és ezután is így lesz. De azt gondolom, hogy itt különös módon az egyházaknak nagy kihívást jelent az, hogy a társadalomban van egyfajta előregedés, és sajnos sokan vannak idősek, akik a családi helyzetüknél fogva nem tudnak kellő segítséget kapni saját közvetlen családjuktól, gyermekeiktől, unokáiktól mellett, hogy távol élnek, esetleg külföldön, nem is csak az országon belül, és ezek az idősek keresik az egyháznak azt a segítségét, amit a szociális intézményeken keresztül tudunk nekik nyújtani. Ez természetesen mindig egyfajta lelkipásztori gondoskodást is jelent, hiszen még az állam által fenntartott szociális otthonokba is hívják, várják a lelkipásztorokat, és ezt szívesen tesszük is. Az egyház maga nyilván nem tud fenntartani ilyen intézményeket, csak az állami támogatás mértékének megfelelően, hiszen nincsenek anyagi bevételeink, viszont az idősek úgy tűnik, hogy nagy számban kérik, várják ezt a fajta gondoskodást tőlünk. Hozzátenném, hogy azért ebben egy átstruktúrálódás figyelhető meg. Tehát ha 30 évvel ezelőtt szociális otthonokról beszéltünk, meg öreg otthonokról, ma erre egyre kisebb az igény, amire viszont egyre nagyobb, az az ápolási otthon. Tehát amikor már rokonok, környezet nem tudja ápolni azt az idős vagy beteg embert, aki egyébként a család körében van, kivált így van, hogyha magányos emberről van szó. Na most ehhez viszont komolyabb felkészültség kell. Tehát nem elég biztosítani a mosás, főzés, takarítást, a megfelelő körülményeket a hétköznapi élethez, hanem itt komoly szakápolási feladatok, egészségügyi feladatok vannak. Az sem megfelelő, hogy régi alkalmatlan épületekben, ami más célra keletkezett, ilyet berendezzünk. Tehát egyszerűen a betegek mosdatása, a guruló ágyaknak a áthelyezése, az ajtók szélessége, és nagyon sok minden megszabja, hogy korszerű és valóban kívánatos ápolási otthonokat hol tudunk létrehozni. Úgyhogy ez egy nagy felelősség és egy új kihívás, amire szerintem tudatosan kell készülni, mert ez egy nagyobb befektetést, egy nagyobb odafordulást kíván, viszont kétségtelen, hogy van rá komoly társadalmi igény. Azért én optimistább lennék, én azt mondom, hogy az idősek nem csupán segítségre szoruló emberek, hanem egy óriási, önkéntes, segítő réteget is alkotnak.
Tehát az a tapasztalatunk, hogy például a plébániai karitász csoportokban a legaktívabbak a 65 és 75 év közötti emberek. És ebben nagyon, nagyon jó tapasztalataink vannak, mert ezek a csoportok azok, akik a területen ismerik az embereket. Tehát ők tudják igazán, hogy kinek mire van szüksége. És ez sokszor személyes gesztusként, célzott segítségként többet ér, mint valami nagy rendszernek a puszta működtetése, amire szintén szükség van. És később pedig, amikor már adott esetben ágyhoz kötöttek, a szenvedéseiket felajánlva, imádkozva családjaikért vagy közösségeikért szintén sokat tehetnek. Hát meg ki ismeri a többieket, hogyha ismerjük egymást, mint hívő közösség, akkor egy olyan személy, aki egy évtizeden át dolgozott a többiekért, ha ő leesik a lábáról, akkor fölfigyelnek a többiek. És azt mondják, hogy a Piroska néni, aki annyit segített, most ő szorul rá, nosza, segítsünk neki mindenben. Tehát van egy ilyen személyes vonatkozása is ennek. Január 1-e ugye a béke világnapja 1968 óta, amikor 6. Pál pápa elrendelte, hogy az év első napján Szűz Mária istenanyaságának ünnepén a világ békéért imádkozzunk. És ugye karácsonykor is az angyalok üzenete erről szólt, hogy békesség a Földön a jó akaratú embereknek. Most, amikor nem csak az ukrajnai háború, hanem a szentföldi háború is van, mit tehetünk mi keresztény, katolikus emberek a békéért? Hát az első az, hogy maga a karácsony úgy a béke ünnepe, hogy kifejezi Isten békéjét az emberiséggel, és felszólít minket, hogy mi is éljünk békességben és szeretetben egymással. Tehát az a meghittség, amit szerencsés esetben otthon egy családi karácsony alkalmával átélhetünk, az egyszerre jó érzés és jelkép. Jelképe annak, hogy ilyen a világ. Isten ilyennek akarta a világot, mint egy családi karácsony este. És minden szenvedés ellenére végül is ezt a sorsot szánja nekünk, az egész emberiségnek. Na most, ha ez így van, hát milyen csúnya dolog, ha a gyerekek verekszenek a karácsonyfa alatt. Hát erről van szó itt is, csak sajnos nagyban. Úgyhogy azt hiszem, minél inkább fölismerjük az emberiségnek, nekünk magunknak a helyzetünket a teremtett világban, annál inkább a béke irányába kell lépnünk egymás felé is. Nem könnyű dolog, de azt hiszem, hogy a karácsonynak is, meg az új évnek is ez az igazi üzenete. Elnök úr? Hogy nem lehet karácsonyt az ünnepelt nélkül, Jézus Krisztus nélkül megünnepelni, azt gondolom, béke sincs Jézus Krisztus nélkül, hiszen az a béke üzenet, amit ő világba hozott, azt mondta, nem úgy adom nektek a békét, ahogy a világ adja. Ha ezt nem ismerjük, nem erre törekszünk, akkor nem lesz békénk, és sajnos a mindennapjaink éppen azt mutatják, hogy nem a Krisztus által mutatott úton keressük, vagy keresik sokan a békét, ezért nem is találják meg, ezért van békétlenség körülöttünk és a világban. Milyen várakozásokkal tekintenek az új esztendő elé, bíboros úr? Ó, hát óriási várakozásokkal természetesen, még a pápa látogatásnak a lecsengése, hogy tervezünk áprilisra egy nemzeti zarándoklatot Rómába, ahol megköszönjük a Szent Atyának, hogy eljött hozzánk, de hát sok minden másra is várakozunk mi. Például elkezdtem a katolikus iskoláinknak a látogatását. Tehát 34 iskolának a végiglátogatása az jó programozást kíván, de fontos a személyes kapcsolat, fontos az, hogy ezek az iskolák is átérezzék egymással és az egyház egészével a közösséget. Elnök úr? Ha a programról van szó, én szívesen visszautalnék a pápalátogatáson hallott beszédekre, mint ahogy a nyár folyamán több hittancsoport is, több felnőtt hittancsoport is azt tűzte ki célul, hogy a pápa üzenetét elmélkedjék végig egy lelki gyakorlatot, egy családi tábor alatt. Ez azt gondolom, hogy az elkövetkező évben is fontos lehet mindnyájunk számára, akár egyénileg, akár közösségben. Jó lenne, ha minél többen közösségben tennék ezt, mert akkor közös cselekvése is késztethet bennünket ez az átgondolás. És helyén valónak érzem, hogy így az új esztendőre tervezgetve a jövőt minnyájan komolyan vegyük azt, hogy nekünk Krisztus a jövőnk. Bíboros úr, elnök úr, köszönöm szépen, hogy idén is megosztották velünk gondolataikat, és boldog új esztendőt kívánok. Dicsértessék Jézus Krisztus. Mindenre.